Sziasztok, pacsi mindenkinek, én Danabi vagyok újra, és ebben a különleges videóban ma újra két menhelynek küldtem el az általatok összegyűjtött adományokat. Még mindig rengeteg állat szorul segítségre, és ezek tetemes részét még mindig a menhelyek végzik. De az ő forrásaik sem kiapadhatatlanok, ezért van szükségük rád. Igen, a te segítségedre továbbra is. Segíts hát, és kezd azzal, hogy ne vásárolj, hanem fogadj örökbe. Nézzük először a Hajdúszoboszlói Kutyabarátok Egyesületét, ahol rengeteg kutyus vár gazdira. Rengeteg kis és nagy kutyus vár gazdára egyaránt. Úgyhogy, ha szeretnél örökbe fogadni, akkor keresd fel őket bátran. A Debrecen együtt az állatokért menhelyen cicákkal is foglalkoznak. Pedro innen lett örökbe fogadva. Sok-sok cica vár itt is gazdira, és bátran állítom, ahhoz, hogy megszokjon téged a cica, ahhoz nem kell feltétlen gyerekmocsit örökbe fogadni. Pedro is egy évesen került hozzám, és olyan, mintha már azelőtt is ismertük volna egymást. Szóval, ha cicát keresel, akkor őket ajánlom. A menhelyesek idejüket nem sajnálva, majdnem egész napékat ott töltik, télen, nyáron, esőben, viharban és hóban, karácsonykor, szülinapkor, húsvétkor, az év 365 napján. Segíts nekik te is! Örömmel jelentem, hogy fejenként 25 000 forinttal sikerült a menhelyeket támogatni. Nagyon szuperek vagytok, és természetesen azoknak a nevét elküldtem, akik valamilyen formában pénzadományjal segítettek. Nagyon drágák vagytok, és remélem a jövőben még lesz lehetőség nekik küldeni támogatásokat. Köszönöm szépen mindenkinek, nagyon hálás vagyok nektek, és találkozunk a következő live-ban vagy videóban. Sziasztok, pacsi!